Köszöntöm hallgatóinkat a hírefemen, Angyal Eszter vagyok. A mai adásunkban az önvédelem témakörében fogunk beszélgetni, ebben Bakos Norbert, a Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, Salgó Párducok Judo Klub szakosztályának a vezetője lesz a segítségemre. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és egyben tegeződni is fogunk, hiszen már régóta ismerjük egymást. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon megtisztelő, hogy engem kértetek fel ebben a témában. Remélem, hogy hasznos tanácsokat fogok tudni adni, és beszélgetünk egy olyan dologról, ami napjainkban eléggé népszerű idézőjelben. Hát hosszú évek óta dolgozol ezen a területen, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen sok-sok hasznos dolgot fogsz tudni mondani. Az első, és ilyen általánosabb kérdésem az az lenne, hogy hogyan is taníthatjuk meg a gyerekünket arra, hogy meg tudja magát védeni. Hát alapvetően én azt gondolom, hogy a sport nagyon fontos téma ebben a kérdésben. hemingway volt egy mondása annak idején, hogy a sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni, tehát a sport mindenre megtanít. Ebből indulunk ki, és én azt gondolom, hogy minél korábban el lehet kezdeni, mi olyan 5 és 6 éves korosztályjal kezdjük a judó foglalkozásokat. Nyilván alapvetően először az esés az, ami, ami fontos és kiemelt ebben a körben. És ez nem egy új keletű dolog. Én azt gondolom, például most nem akarok országokat megnevezni, illetve előnybe helyezni, de környező országokban jellemző volt korábbi években is, most már azt hiszem, hogy Magyarországon is, illetve tudom, hogy elterjedt hogy esni tanítjuk a gyerekeket. Tehát iskolában beindult egy ilyen program, hogy tanítsuk meg esni, elesni a gyermekeket, mert ugye a csecsemőkorban ez nagyon könnyen megy, ezt mindenki tudja, be van épülve a genetikába, de aztán elfelejtjük és olyan töréseket szenvedünk, amire nyilván senki nem vágyik. És vannak olyan országok, ahol a biztosítók fizetnek azért, hogy a judo edzők tanítsák a gyerekeket esni. Én számtalanszor élveztem ennek előnyét, amikor azt hitték a barátaim, hogy úristen, mondjuk síelés közben is úgy föltözvágtam magam, hogy ott maradok örökre, és leparoltam, magam, és mentünk tovább, és mondtam, hogy ezt te hogy csinálod? Hát mondom, megtanultam gyerekkoromban judo edzésen. Edzeni és esni, és ez az alapja mindenek, én azt gondolom. És aztán erre épül minden nyilvánvalóan. Testes -test, elleni küzdelem, a dzsúdó erről szól, ugye fogásokból indulunk, és abból vannak dobások, leszorítások, karfeszítés, folytás és egyéb olyan dolgok, amik ebbe a sportba beleférnek. Bár mindig nyírbálják, mert hogy igazából nem egy önvédelmi sportról beszélünk alapvetően, hanem egy verseny, egy olimpiai sportág a judo jelen esetben, és évről évre változik a szabályrendszer, tehát mindig azokat a technikákat, amik korábban elfogadottak voltak, de azt mondják, hogy ez most veszélyes a gerincoszlopra, vagy veszélyes a nyakra, vagy bármi egyébre, azokat kiszokták venni ezekből a versenyekből, és így kicsit finomodik ez a sportág nyilvánvalóan. Ugye itt Salgó van a székhelyet, gondolom zömében Salgó és környékbéli gyerekek, akik járnak ugye hozzátok az edzésekre. Fiúk, lányok vegyesen vannak egyébként? Alapvetően vegyesen vannak. Én azt mondom, hogy nagyobb számban inkább fiúk, uh -huh. de rengeteg lány is megfordult már nálunk, meg jelen esetben is vannak ilyen judokáink, úgy fogalmazunk uh -huh. japánul. Tehát én azt mondom, hogy ez nem egy olyan sportág, ami csak férfiak, hanem ez egy unisex dolog. És egyébként megdöbbentő, hogyha lányokat látja az ember küzdeni, hogy mennyire harciasak tudnak lenni. Tehát néhány esetben, amikor ilyen kis házi versenyeket csinálunk, és a lányok a fiúkkal küzdhetnek, akkor hatalmas rivalizálás van a két nem között, hogy melyik fog nyerni, mert ugye a lányok szinte ügyesek, vagy van, amikor még ügyesebbek a fiúknál, mert, mert tényleg nem tudom, hogy bizonyítási kényszer, vagy mi dolgozik bennük, de valószínűleg ilyesmi, sokszor nyernek, tehát megdöbbentő, hogy ez van. Akkor rájuk tényleg igaz az a jelző, hogy kis harcos amazonok. Igen, igen, igen. <laughs> és hány éves kortól járnak hozzátok, vagy járhatnak hozzátok? Hát én alapvetően a hat éves korosztályt preferálom, de előfordult már nálunk négy és öt éves gyermek is. Egyéne váltogatja, tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan 5 évesek, akikkel már lehet érdemben foglalkozni, vannak olyan, akikkel nem, úgyhogy inkább a 6 éves korosztályt szoktuk javasolni, hogy kezdjék el és hozzák is egyébként tényleg a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy minden sportnak, mind a csapatsportnak, mind pedig az egyéni, úgymond sportoknak is megvan a pszichológiai pozitív hatása, tehát az, hogy egy egyénnek saját magának kell megvalósítani magát, vagy egy csapatban kell dolgozni, az mind-mind meghatározó a fejlődése során. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én nem is szoktam őket lekornátozni abban, hogy csak dzsúdóra járhat valaki, hanem örülünk, hogyha mellette más sportágakban is jeleskedik és ha már átkanyarodtunk az egyesületetekre, miről szól maga a küzdősport, a judo? Mi a lényege? Hát a judo alapítója az Jigoro Kano volt annak idején a Japánban, és 1906-ban jött be először Magyarországra ez az eszme, úgymond, vagy legalábbis megpróbálták itt ezt elterjeszteni, bár az akkori mester a Sasaki Kichisaburo, aki itt járt Magyarországon, azt mondta, hogy valószínűleg Magyarországon ez nem fog meghonosodni, mert nincsen kitartás az emberekben, mert hogy négy hónapos kurzus tervezett, 60 fővel, és három hónap után már csak négyen maradtak, és ebből a négy emberből egyébként kifejlődött az a réteg, aki elindította Magyarországon is ezt a sportot. És alapvetően a, japánok egy feudális rendszer után próbálták helyrehozni tulajdonképpen az embereknek az egészségét ezzel a sporttal, mert hogy idézőben nagyon eltonyultak, és Jigoro Kánó arra tette rá az életét, hogy ezt megváltoztatsa, és ez sikerült is neki, és Magyarországra is bekerült ez a sport. Alapvetően testtestelni küzdelemről van szó, illetve a fizika törvényeinek a kihasználásáról, tehát ezért is van az, hogy például judó csapatversenyeken összekerülnek nem egy súlycsoportba lévő emberek, és megdöbbentő, hogy egy, egy kisebb, egy könnyebb súlycsoportban lévő is el tudja dobni a, a nehezebb, erősebb ellenfelét, mert hogy a fizika törvényeit annyira jól tudja kihasználni, hogy ez sikerül neki. Úgyhogy alapvetően ez a sport arról szól, hogy használjuk ki a fizika törvényeit, és próbáljunk meggyőzni a másik felett. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy azt tanítjuk, meg az is a tanítása a dzsúdónak, hogy ezzel nem szabad visszaélni ezzel a tudással. Tehát a gyermekeinkre is mindig e, idéző elpressziót és hatást gyakorlunk azzal kapcsolatosan, hogy amit itt tanulnak, azt nyilvánvalóan az iskolában használni, csak abban az esetben is úgy szabad, hogyha az biztonságos, mert nyilvánvalóan egy aszfalton való érkezés nem egy elő a judótat, amire való leesés. El, de ettől függetlenül, hogyha valakinek meg kell védeni magát, akkor meg van egy olyan eszköztár a kezében, amivel ezt meg tudja tenni. Mert hát sajnos adódhatnak olyan élethelyzetek a való életben is, nem csak bent egy egyedzésen vagy verseny során, hogy szemben találják magukat egy ellenfélel, és rosszabbik esetben egy, egy olyan ellenfélel, aki ártani tud nekik a hétköznapi életben hogyan tudják megvédeni ténylegesen magukat. Nyilván előnyt élvez, aki, aki például hozzátok eljár, vagy bárhová máshová judo edzésekre is van valamilyen alapképzettsége, de mondjuk egy átlag gyerek, aki még nem jár hozzátok, de reméljük, hogy kedvet kap ezúttal a beszélgetésünket meghallgatva, Mit tud tenni egy ilyen helyzetben, ha támadás éri? Alapvetően egyébként biztos vannak olyan szakemberek, akik más véleményen vannak, illetve vita van legtöbbször azon, hogy melyek azok a küzdősportok, amik leginkább alkalmasak arra, hogy önvédelemként is megállják a helyüket. Én nem tennék itt különbséget, meg relációt különböző sportok közül. Egyébként én is tékvandóztam annak idején, és azt gondolom, hogy ezek a tékvandó elemek is nagyon jól beépíthetők egy, egy önvédelmi mozzanatba. De alapvetően, amit mondtam, biztos, hogy azt nem hagyjuk, meg, meg nem is volt rá soha, példa még az én gyermekkoromban, sem, jártunk judo edzésekre, hogy valaki azzal kérkedett volna, hogy ő neki milyen tudás a birtokában, és belekötött volna valakibe is a városban. Tehát igazából az én edzőtársaim mind szerényen járkáltak, és soha nem keveredtek ilyesmibe bele. Természetesen előfordulhat, sőt velem is előfordult annak idején, hogy, hogy támadásért. Én azt gondolom, hogy a judo edzéseken való részvétel, a test-testelni küzdelem az meghatározó, mert hogy azt az élményt tulajdonképpen, ha ezt lehet élménynek nevezni, valamilyen szinten szimulálja, amit kint az utcán fogunk tapasztalni egy test-testelni küzdelemben, tehát nem éri idézőjebben meglepetés azt az embert, aki már harcolt, úgymond akár még, hogyha ilyen steril körülmények között is. És nagyon fontos a versenyeken is előjön, hogy, hogy stressz helyzetben az ember a teljesítő képességének van, amikor csak a 30%-át tudja vissza Visszaadni. Tehát ha nekem van egy 100%-os tudásom, amit az edzésem meg tudok csinálni, jön egy, egy versenyszituáció, vagy jön egy támadás, akkor lehet, hogy csak 30 ban fogom tudni. Ez nyilván embertől függ, meg a gyakorlástól is, ezekre lehet készülgetni. És ezért fontos az, hogy minél magasabb szintre vigyük ezeket a dolgokat. Ha valaki semmiféle ilyesmi előképzettséggel nem rendelkezik, az valószínűleg le fog blokkolni egy ilyen helyzetbe, vagy rossz döntéseket hoz, és még inkább áldozattá válik. Nyilvánvalóan egy támadás során sokféle, hogy mondjam, szituációval találkozhatunk, tehát nem lehet így katujába ráhúzni, hogy akkor most oda megy hozzád valaki, és azt mondja, hogy add ide a pénztárcádat, akkor te azonnal add oda, mert hogy alapvetően, hogyha mondjuk késsel támadnának rám, vagy fegyverrel, akkor én ezt mondanám, hogy akármennyire úgy érzed, hogy te száz éve gyakorlod a judót, vagy bármilyen technikákat, nem feltétlenül éri az meg, hogy most éppen pont abban a szituációban ne úgy sikerüljön az a védekezés, mert ha valakinél van egy lőfegyver, mondjuk esetleg saját magadról el tudod irányítani védekezésben ezt a lövést, mondjuk eltolod magadtól a fegyvert, de az mondjuk ugyanúgy eldörren, és melletted meg a társadat lelövik, mit érti el vele? Inkább adod a bankkártyádat, adod a pénzedet, nyilván azt lehet pótolni, az emberi életet, az nagyon nehéz, vagy belehetetlen. Úgyhogy alapvetően viszont az a, az a véleményem, hogy az ilyen támadásoknak, kötözködéseknek, agressziónak, kommunikációval nagyon-nagyon nagy százalékban elejét lehet venni, vagy meg lehet oldani. Nyilvánvalóan ehhez kell egy kis pszichológia is, hogy az az ember, aki velem szemben áll, az most miért támad meg, milyen állapotban van, alkoholbefolyásoltság alatt, drogbefolyásoltság, befolyásoltság, vagy valami pszichai egyéb tünete van, ami nem normális. Tehát az olyan embereknél, akik racionálisan gondolkodni nem tudnak, nyilván nyilvánvalóan racionális beszélgetés, vagy kommunikáció nem fog eredményre vezetni. Olyannál, akinél látjuk, hogy egyébként valamilyen más indítatásból próbál velünk kötözködni, ott a kommunikációnak én azt gondolom, hogy nagyon sok jelentős és értelme van, és könnyen elkerülhető egy olyan végzetes támadás, mondjuk egy kés ellenes történet. Van nagyon sok élményem, illetve láttam nagyon sok olyan szituációt, amelyben késes támadásért bizonyos embereket, ezek közül voltak olyanok, akik ilyen tudással bírtak, nem feltétlenül judó, hanem egyéb más olyan technikai sport, ami ehhez megfelelő, van, aki nagyon jól reagált és jó kijött a szituációból, van, aki úgy döntött, hogy inkább elmenekül a helyszínről, annak ellenére, hogy ezt most valaki gyávaságnak ítéli, vagy úgy mondja, hogy akkor most minek tanultál 30 évig ilyen küzdősportot, ha egyszer volt egy ilyen szituációs elmenekülsz, de ő akkor azt gondolta, hogy az a jó döntés, mert hogy igazából nem látta a megfelelő kimenetelét, vagy legalábbis azt a biztonságos megoldást, amit, amit volna képzelni, csak úgy, hogy elszaladt, és akkor nyilvánvalóan azt elvállalta. Nincs ezzel semmi gond. Inkább idézőben nevessenek rajtunk, mint hogy sírjanak fölöttünk, én azt mondom. Úgyhogy a késes támadásoknál, ha erre akarjuk kihegyezni a történetet, akkor azt mondom, hogy amikor lehet, próbáljuk magunkat kivonni ebből a szituációból. Fel lehet ezt mérni már egyébként korábban is. Tehát, hogy az ember nyitott szemmel jár az utcán, akkor látja, hogy valaki 10 méterre késsel szembe közeledik felé, akkor lehet, hogy érdemesebb megfordulni, vagy átmenni a túloldalra, mert nem tudhatjuk, hogy most ez tényleg mit akar velünk foglalkozik, vagy éppen milyen szándékkal közelít. Már azt mondom, hogy hát, a túloldalra, lehet, hogy ezt a szituációt elkerültük. Nyilvánvalóan olyan helyen vagyunk, ahol nem tudunk kitérni a támadás elől, úgymond, akkor a védekezés az, ami, ami nyilvánvalóan meghatározó lehet. Na most ez is nagyon nehéz. Azt mondják az amerikaiak, hogy 7 méteren belül egy késes támadást nagyon nehéz megakadályozni, illetve szinte képtelenség még egy tűzfegyverrel is kivédeni, hogyha az embernek nincs a kezében. Úgyhogy 7 méteren belül nem biztos, hogy túl sok esélyünk van arra, hogy, hogy jól jöjjünk ebből a szituációból. Viszont azt is szakértők mondják, nem feltétlenül én, hogy ha valaki késsel támad meg, akkor, és nincs lehetőségünk elmenni, akkor felé kell mozognunk, tehát hogy minél közelebb kerüljünk testképen belül az embernek, mert nyilvánvalóan, hogyha egy 10 centire vagyunk valakitől, akkor sokkal nehezebb minket megszurkálni, mint hogyha pont egy méterre a szúrás hosszúsága, vagy a kezének a megfelelő hosszúságában állunk, a tűzfegyver és más-más ilyen megoldások vannak. Tehát abban az esetben, ha nem tudunk elmenekülni, akkor nyilvánvalóan meg kell próbálnunk megelőzni a támadást, tehát egy olyan Vitális pont támadásával, mondjuk egy szemre, vagy nyakra, vagy orra, miért ütéssel, vagy egy térdre helyezett rúgással, amivel tulajdonképpen meggyengítjük vagy elbizonyítjuk az emberünknek a mozgását, és aztán esetleg tovább a menekülés. Ha ez sem működik, akkor nyilvánvalóan az életfontosságú szerveinket kell. Tehát ilyen hasonló, mint a magzatpózra gondolok, kell fölvennünk. Nyilvánvalóan azért látnunk kell, hogy mi történik. Tehát az, hogy hátat fordítunk és magzatpózba leszünk, aztán megvárjuk, még szúr az nem feltétlenül megoldás, de ha szembe maradunk, és a kezünket szorosan behúzva magunk elé, meg a nyakunkat is minél jobban védve a válunkkal, tehát az ütőereket, meg a szívet, ezeket a létfontosság szereket védjük, akkor valószínűleg kevesebb olyan szórás érhet minket, ami, ami végzetes lehet. És ha teszem föl egy könnyebb példával állunk szemben, tehát mondjuk nem késsel közelítenek felénk, hanem mondjuk csak a kezdeti fázis, amikor csak beszólogatnak, oda nem illő megjegyzéseket tesznek az illetőnek, főként, hogy hogyha gyerekről beszélünk. Ugye mondtad, hogy ezeket a helyzeteket célszerű kommunikációval megpróbálni megoldani. Tudnál olyan néhány úgymond kulcsmondatot vagy kulcskifejezést mondani a hallgatóknak, amivel úgymond segíthetünk, hogy mit célszerű egy-egy ilyen szituációban mondani, hogy aztán megelőzzük a problémát? Uh -huh. Hát igazából ilyen kulcs szavakat nem tudnék mondani. Alapvetően én azt mondom, hogy azt a habitust nem szabad fölvenni, amit, amit a támadó volt. Tehát nem szabad arrogánsan válaszolni rá, mert nyilvánvalóan az még nagyobb haragot vált ki benne. A pszichológusok azt mondják, hogy tükröt kell valaki elé tartani. Tehát ha azt mondjuk valakinek, hogy látom, hogy haragszol, gondolom azért, mert mit én, nagyon szép a ruhám, és tetszik neked, vagy nem tudom. Tehát meg kell próbálni meglágyítani ezt az egész történetet. Én azt mondom, én nem gondolom, hogy vannak kulcs szavak, csak hogy inkább ez a a, ez a jó rá, hogy tükröt kell tartani valaki mm. el, és akkor valahogy megmagyarázni, hogy mi értjük az ő problémáját, hogy miért akar velünk most kötözködni, és hogyha ezt el lehet kerülni, akkor így meg így akkor beszéljük meg. Vagy tényleg most akkor menjünk el, ígyunk meg egy sört. Mm. <laughs> hát ez egy kúcsmondat lehet, nyilván nem egy 12 éves gyermeknél. De alapvetően én azt gondolom, hogy hogy a kommunikációnak ebbe az irányba kell mozdulnia, hogy, hogy nem arroganciával, nem erőszakkal kell válszunk az erőszakra, hanem hanem azt vissza kell hajlítani. Uh -huh. Hát ugye mostban ne vagyunk a nyári szünetben, sok gyermeknek a szülei nem tudják azt megoldani, hogy 0-24-es felügyeletet biztosítsanak nekik, vannak akik ugye, még a szülők dolgoznak, egyedül vannak otthon. Ha mondjuk ezt valaki kifigyeli, és, és mondjuk megpróbál bejutni, bekopog, mit tud tenni egy gyerek? Mit kell olyankor mondani, hogy, hogyha egyébként egyedül van otthon? Hát alapvetően az, hogy egyedül van ott a gyerek, az, az egy ö, szülői döntés, hogy egy, hogy egy csapatmunka eredménye, tehát először is el kell dönteni a szülőknek, hogy az én gyermekem vagy az ő gyermekük alkalmas arra, hogy otthon hagyjuk most ez korosztálytól függetlenül nyilván ez egyénenként változhat, hogy ki alkalmas arra, hogy saját magának elkészít az ebédet, meg, meg azt csinálja, amit, amit, meghatároztak neki. Én azt gondolom, hogy itt szabályokat kell lefektetni, tehát ha otthon hagyunk egy gyereket a nyáron, akkor alapvetően meg kell egyeznünk abba, hogy jó, akkor 9 órakor valószínűleg fel fogsz kelni, megreggelizel, 9.30-kor hívjál föl, légy szíves, mert a mobiltelefonok átírjuk, vagy küldj egy SMS-t, hogy rendben vagy. És hogyha bármi történik, legyen az áramkimaradás, csőtörés, valaki bekopog ide, igen, mert tudom én szórólapot akar, vagy legalábbis ilyen ürügyjel csenget be akkor persze nem kell őket beengedni semmiképpen, bárki is legyen, az én azt gondolom, még ha rendőrségre hivatkozik, akkor sem. Tekintett arra, hogy a szülők nincsenek otthon. A legjobb megoldás, ha valaki ezt kifigyeli, vagy, 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 valamiféle olyan utalás van erre, hogy tudja, hogy nincsenek otthon a szülők, akkor azt kell mondani, hogy igen, nincsenek otthon, de 10 perc múlva jönnek, mert most hívtam fel őket, hogy egy idegen akar bejönni, és akkor azt mondták, hogy akkor az jönnek, megnézik, hogy ki az. És nyilván barátokat is azt gondolom, hogy úgy kell beengedni, hogyha a szülők ezelőre megbeszél, hogy jó, akkor feljön a Pista haverom, meg, meg, az Andika, és akkor el leszünk itt hárman társasozunk, vagy mit fogunk csinálni. Tehát minden legyen tiszta a szülők előtt is, és a, a gyerek előtt is, hogy mi az, amíg el lehet menni. Vagy hogyha azon túl akarok terjeszkedni, akkor ezt egyeztessem telefonon, vagy bármilyen kommunikációs eszköz útján a szülővel. És szintén a fiatalabb korosztálynál kérdésesebb ez, hogy kivel álljon szóba, ha mondjuk elmegy valahová, lemegy akár csak a boltba, és megszólítja valaki. Kivel szabad, kivel nem szobálni. Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Nehéz azt mondani egy introvertált gyereknek, hogy álljál szóba bárkivel is, mert nyilván nem fog senkivel se. Az extrovertáltak meg nehéz azt megmagyarázni, hogy figyelj, hogyha megszólít egy bácsi, és megkérdezi, hogy mennyi az idő, akkor valaki el, mert mondja, hogy nincs nád óra, vagy, vagy valami ürügyet találják ki. Tehát nehéz ebben azt mondom, hogy nagy bölcsességet mondani. Nyilvánvalóan azt szeretnénk szülők, meg mindenki, hogy senkivel se álljon szóba, mert soha nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik, és ezt, ezt el kell ültetni a gyerekekbe, hogy, hogy nagyon gondolják meg, hogy kinek is milyen szituációban állnak, meg nyilván tényleg vannak, hogy egy idős néni megszólít, hogy légy szíves, segíts már, a fölvinni az első emeletre, akkor nem mondják neki, hogy ma, hát Anyuci azt mondta, hogy nem álltok szóba senki, úgyhogy tessék elballagni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg ez egy szituáció függő, de alapvetően azt kell tanítani, hogy, hogy egyrészt a szóba is áll valakivel, ne adja meg a nevét, az, hogy hol lakik, éppen, hogy egyedül van otthon, vagy, vagy honnan jött. Tehát olyan információkat igazából semmiképpen se meg, ami, ami, annak az egyénnek a malmára hajtja a vizet, tehát vagy esetleg az derül ki, hogy ez egy védtelen valaki, akivel lehet bármit is kezdeni. Vagy ha már nagyon belemennek ilyen szituációba, akkor azt Kell mondani, amit az előbb is mondtam, hogy itt van bent anyukám a boltban, mindjárt jön. Hogyha érzi a gyermek is, hogy ezzel valami, valami olyan sikamlós része értünk, ami, ami esetleg veszélyt hordoz magában. Sőt, nekem ilyenkor azt is mondták annak idején a szüleim, hogy pénztárcát se vegyek ilyen szituációkban elő, meg hogyha valaki pár forintot kér tőlem, inkább mondjam azt, hogy nincsen nálam pénztárca. Igen, igen. Hát ezek a kéregetések folyamatosan mennek. És hogyha itt tartunk, esetleg arról is beszélhetünk, hogy a, hogy a szórakozás az hogyan történjen ugye az idősebb, idősebb korosztálynál. Tehát ezzel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy olyan helyre menjünk szórakozni, ahol vannak ismerősök, vagy legalábbis ismerősökkel érkezünk legalább ketten, hárman. Mindig beszéljük meg, hogy mikor távozunk el, vagy hogyha valaki előbb akar elmenni, akkor szóljon mindenképpen a többieknek, ha lehet, akkor kísérjünk el mindenkit a buszhoz, vagy legyen egy olyan felnőtt, vagy egy, vagy egy nagyobb gyermek, aki rendelkezik vezetői engedéllyel, hogy akkor az azon a napon nem fogyaszt semmiféle alkoholt, és az fog minket hazavinni. Mert hogy beszélhetünk itt az önvédelemről, de ha kicsit jobban belenézünk a statisztikákba, akkor azt láthatjuk, hogy a diszkóbalesetek, esetek a, a kresszel, a közlekedéssel kapcsolatos balesetek, az ilyen nyári időszakban, vagy esetleg a vízbefulladás, sokkal nagyobb százalékban van jelen a magyar társadalomban, mint az, hogy valakit megtámadnak az utcán. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekünket a nyárnak úgy kellene neki indítanunk, hogy mindenképpen tud úszni, ismeri a, a vízben tartózkodás szabályt, hogy hol szabad és hol nem szabad, és ott is úgy megy el a haverokkal, hogy, hogy csak azon a részen, ahol ez, ez biztonságos, és nem beszélve a kerékpáros, vagy a gyalogos közlekedésről, vagy a gördeszkás, vagy ugye most már rengeteg mindenféle új jármű van az utakon, gondolván itt az elektromos rollerektől kezdve mindenre, amivel úgy közlekednek emberek. Ahogy látom, azt gondolom, hogy életében nem látott még Kressz könyvet de nem ismeri a táblákat, se, sem a szabályokat, és rengeteg ilyen baleset van, főleg a gyerekekkel kapcsolatosan, én azt mondom. Úgyhogy ezt a témát is azt gondolom, hogy, hogy, hogy át kell beszélnünk a gyerekekkel, vagy legalábbis fel kell készítenünk őket a nyára. Azért itt Csagotanyámban is, ugye számos alkalommal rendeznek diszkókat, főleg a Tóstránnál, vannak ilyen olyan rendezvények itt a Belvárosban is, tehát azért a fiatalok megjelennek az utcákon, tereken, főleg ugye ilyenkor a nyári időszakban. És ugye, ahogy említetted, Ilyen esetekben is bizony adódhatnak kellemetlen szituációk, és úgy, hogyha egy ilyen szituációban is teszem fel, van egy ilyen kötözködős helyzet, mert hát miért ne lehetne, főleg hogy, hogyha isznak némi alkoholt a fiatalok, ugye akkor vannak, akikre nem jól hat ez a dolog. Nagyjából hasonló tanácsokat tudnál ilyen helyzetekre is mondani, hogy a megvédés, a saját maguk megvédésre vonatkozóan, tehát hogy itt is a kommunikáció az elsődleges. Vagy, Alapvetően vagy igen, bár van. azt gondolom, hogy egy, egy diszkóban egy kicsit más a szituáció, abból a szempontból, hogy sokan vannak. Tehát aki kötözködik, nyilván ott sem lesz annyira bátor, mint az utcán egy sötét helyen, ahol csak mi vagyunk ketten, vagy ők vannak többen, és én egyedül, nem tudom. Tehát rengeteg szemtanú van, ugye? Meg nyilvánvalóan ott vannak az embernek a barátai, is, akik belekötnek. Persze elő előfordulnak ettől függetlenül ott is dolgok. A másik része, hogy, hogy szinte mindenben van már kamerázva a napság, tehát egy diszkóban rengeteg kamera van. Most nyilván ez arra lesz jó, hogy majd a rendőrség könnyebben felderíti a dolgot, ha ott valamilyen csúnya dolog történik. De azért mondom, hogy más a szituáció, mert minden diszkóban van legalább rendező vagy kidobó személy, akinek a feladata a rendfenntartása. És hát igazából a gyerekeknek mindig azt szoktam tanítani, hogy ne árulkodjunk, <laughs> ha nem muszáj, de én azt mondom, hogy ha, ha, van egy kötözködő egyén a diszkóban, akkor az a legegyszerűbb, hogyha oda ballagok a a, rendezőség, és azt mondom, hogy ne arra ugyatok, mert szeretnék szórakozni, itt a, tudom én, ez a fehér öltönyös figura meg folyamatosan vegzál engem meg a barátnőmet, és nem tudjuk itt jó érezni magunkat, esetleg tudnátok ebben segíteni? És akkor majd ők elrendezik ezt a dolgot, az ő feladatuk nyilvánvalóan, majd ahogy nekik ez elő van írva, akkor annak megfelelően fognak intézkedni, és akkor nekem ebbe innentől kezdve nem kell belefolynom. De alapvetően az összes többi az igaz, amit erre mondtam korábbiakban is. És nyilván egy ilyen szituáció után pedig, ahogy szintén említetted az előzőekben, és nem érdemes egyedül elindulni aztán haza, hanem igen, semmiképpen. Tehát az én családomban legalábbis a példa az volt, és ezt nem magamtól találtam ki, hanem az egyik kolléganőmtől loptam, hogy ő azt mondta, hogy őt nem zavarja, hogyha hajnal kettőkor kell menni a kislányája egy diszkóba, akkor ő hajnal kettőkor fel fog kelni, és elmegy. Na nálunk is ugyanez volt. Én tíz órakor aludtam, hajnal kettőkor telefonáltak a gyerekek, hogy apa, gyere értünk ide vagy oda. Oda mentem, hazaszállítottam mindenkit, és azt mondtam, hogy innentől kezdve nyugodtabban alszok, mert nyilván nem kell forgalódnom, hogy most tényleg kinek az autójába ülnek be, vagy nem ülnek be, vagy esetleg ittasan a beesnek valami árokba, és ott fulladnak meg egy vizes árokba, vagy bármi egyéb történet velük, így meg az én felelősségem, és azt mondom, hogy ennyit nyilvánvalóan mindenkinek megír a gyereke, hogy egy kicsit kevesebbet aludjon az éjszaka, de sokkal nyugodtabban, hogy ott van mellett a gyerkőc is. Így van, Tehát a szülőn is nagyon sok múlik. Egyébként az én szüleim is pontosan ugyanígy jártak el annak idején, amikor én voltam Ezen fiatal. Igen, tehát reméljük, hogy a legtöbb szülő egyébként így gondolkozik. Illetve abban is reménykedünk, hogy akik most hallják és szülőként hallgatják mondjuk ezt az adást, azok mondjuk kedvet kapnak ahhoz, hogy jelentkezzenek hozzátok a Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesülethez, azonban is a judo szakosztályhoz. Mit lehet rólatok tudni, mióta működtök? Hú, ez egy jó kérdés, mert Rulszín Tömegsport Egyesület az már több mint 30 éves múltra tekint vissza, ha jól emlékszem, de lehet, hogy keveset mondok. És a kezdetekkor én nem voltam benne ebben a társaságban, ebben a csapatban, de aztán 2000-es évek elején sikerült csatlakoznom. És hát a, a, tömegsport iránti elkötelezettsége a Rulszín Párduz Tömegsport Egyesületnek én azt gondolom, hogy kiemelkedő ebben a városban mert hogy jelenleg jó pár szakosztályjal rendelkezik, vagy rendelkezünk, és ebből én a judót képviselem, vagy preferálom leginkább, de emellett íjászat, lovaglás, kispályás, foci, röplabda, kerékpározás, futás, darc, és a közelmúltban a palócroham akadályfutó Egyesület is a, a, tagja volt a Ruszin Tömegsport Egyesületnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy több száz főt mozgatunk meg itt a városban a tömegsporttal, van rengeteg rendezvényünk, mindenki próbál idézőjebb a, a saját kis pecsenyét sütögetni, mert úgy értem, jó értelemben kell ezt fogni, hogy hogy minden szakosztály megpróbálja a legtöbbet kihozni a szakosztályából, de maga az Egyesület mindenkit támogat, mind pénzben, mind erkölcsileg, és egymást is a szakosztályok. Tehát, hogyha valakinek van egy rendezvénye, mondjuk például a Palócroham Egyesületnek minden szeptemberben van egy jótékonysági akadályfutó versenye, és oda kellenek mondjuk felügyelők, akkor az összes többi szakosztályból jönnek és segítenek az emberek. Egyébként, ha már itt meg lehet ragadni az alkalmat, akkor szeptember 9-én nagy szeretettel várunk mindenkit a Palócroham által a Tóstrandon, ugye, kerül megrendezésre ez a charity jótékonysági rendezvényünk. Most egyébként a Piros Or Bohóc Doktorok alapítványt fogjuk támogatni. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ez az alapítvány itt is meg tudja jelenni, Salgó algótárjában a gyerek gyermekosztályon, és valami olyan plusz tudjon adni a gyógyuláshoz, ami, ami pszichológiailag igazolt, és mindenhol működik az országban, meg a világban. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy most így egymásra találtunk, és ezzel a rendezvénnyel az ő munkájukat tudjuk segíteni, illetve szeretnénk segíteni. Úgyhogy ezúttal is szeretettel várunk minél több embert, aki támogatja ezt a rendezvényt, és ezáltal minél több anyagi szolgáltatást tudunk majd átadni a Piros Alapítványnak. Úgyhogy a, így néz ki a, 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 a Palótró, illetve a Rulszín Tömegsport Egyesület, és azt gondolom, hogy, hogy azért a hírek minden egyes szakosztályról mennek. Én azt gondolom, hogy, hogy minden kollégám, ha nevezhetem őket így, kiválóan dolgozik, és, és Salgó érdekében, meg a sport érdekében nagyon sok mindent tesz, és nagyon szép eredmények születnek. Tényleg itt a darctól lovoglásig lehetne felsorolni mindenkit, a judóban is ezáltal nyilván ez köszönhető a, a, városnak is, tehát ez nem itt a reklám helye, de azért azt tegyük hozzá, hogy az önkormányzat mind az akadályfutó verseny, minden egyéb sporttevékenységünket igen csak mélyen zsebben is szokta támogatni, úgyhogy ezt, ezt mindenképpen azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk ezért. És szeretnénk még nagyon sokáig működni, és várjuk az újabb és újabb szakosztályokat, akik esetleg be akarnak csatlakozni, mert egyet értenek a tömegsport eszméjével, és ezt a, ebben a városban akarják tovább folytatni. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok hasznos tanácsot, amit elmondtál. Reméljük, hogy sokan hallották, és sokan alkalmazni tudják majd, ha ne agyisten ilyen szituációba keverednek, bár bízunk azért benne, hogy hogy minél kevesebb ilyenre lesz alkalom itt Salgótarjában, és egyébként országszerte. Mindazoknak pedig, akik kedvet kaptak, hogy tanuljanak egy kis judót, javasoljuk, hogy keressék meg a Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesületet, azon belül is a Párducok Judo Klubot, és bizony tanuljanak meg judozni, hogy meg tudják magukat védeni. Nagyon szépen köszönöm, Norbi! Részemről köszönet!